Kesport.hu már 8 éve látja el Kecskemét sportrajongóit színes híreivel, 2017. februárjától pedig a videós tartalmak felé is nyit. A Kesport TV néhány adását már láthatták olvasóink, a nyitásról és az okokról Harsányi Henriket, a Kesport.hu tulajdonosát kérdeztük. A Kesport valóban 2008 óta működik, az én kapcsolatom az immáron 3 éves a sportszájttal. 2014-ben volt arra lehetőség, hogy a általán vezetett vállalkozás kapcsolatba kerüljön a sportággal, itt egy sportággal, a Kecskeméten a kézilabdával, és így a sportba, a sportedő való bekapcsolódás során találkoztam a Kesport szájttal is. Korábban én egyébként nem ismertem ezt a szájtot, viszont minél jobban beleláttam a sportedőbe itt Kecskeméten, annál egyértelműbbé vált, hogy a sportedőről való tudósítás, információk elsődleges csatornája az a Kesport.hu website. Annak idején, amikor a Kesportot én megismertem, akkor ezt 2015-ben Komáromi András és barátai által képviselt csapat vezette, irányította, és amit tudtak, az akkori lehetőségekhez mérten ki is használták a website kapcsán. Viszont azt éreztük a beszélgetések során, hogy lehetne azért ennél sokkal többre használni magát a szájtot, sokkal jobban szolgálhatná az olvasók a sportolók érdekeit, annak érdekében, hogy minél többet tudjanak meg a sport iránt érdeklődők a sportágakról, és ehhez kerestek ők igazából olyan befektetőt, olyan társat, aki tudja ezt támogatni, tudja ezt segíteni. És igazából 2015 nyaránra született meg az a megállapodás, hogy az addigi tulajdonosok eladták a tulajdonjogot az általam birtokolt Kft.-nek. Beszélgessünk akkor az utóbbi 3 évről. Az utóbbi 3 év, én azt gondolom, hogy egy nagyon jól működő szájtot átvenni, mindig egy nagy kihívás, hogy abban hogyan lehet újabb lehetőségeket belecsempészni. Én azt gondolom, hogy a tartalom szempontjából az maximálisan jó volt, magas minőségben készültek a interjúk, riportok, anyagok. Ugye ennek azért ezt tudjuk, hogy Komáromi András a fő gyártója, az, aki a legtöbbet foglalkozik a Kesport tartalmával. Igazából ezen nem is akartunk változtatni. Tehát ez egy jó működő, bevált módszer volt. Amit mi láttunk elsősorban, az inkább a szájtnak a megjelenése, a szájtnak az ismertsége, amire azt gondoltuk, hogy aránylag gyorsan lehet jelentős változást elérni. Körülbelül egy 3 hónapos fejlesztés után született meg a mostani dizájn, a mostani megjelenés, ami azt gondolom egyébként, hogy jól sikerült, az olvasók nagyon jól fogadták, igazából mindenkinek tetszett ez a fajta módosítás. Nyilván minőségét, a tartalmi minőségét azt továbbra is garantálta Andrásnak a sportosságúrói tudása, illetve magának a szájtnak a tartalom gyártásába bekapcsolódott még Jámbor Csaba is, illetve külsős kollégák is segítettek abban, hogy minél több érdekes információ kerüljön fel a szájtra. Tehát alapvetően a külső dizájn megváltoztatása volt az elsődleges, illetve a tartalomban egy pici frissítés, azáltal, hogy több újságíró ír cikkeket, nyilván ezáltal változatosabb lesz a fogalmazás, a cikkeknek a hangulata. 2017-ben ugye egy új mérföldkőhöz érkezik az oldal, ez pedig az, hogy bővítitek, színesítitek egy kicsit a palettát, mit lehet erről tudni? Az elmúlt másfél évben azt tapasztaltuk, hogy a váltás előtt körülbelül havi szinten 20 ezer egyedi látogatója volt az oldalnak, ez másfél év után havi 60 ezerre nőtt meg. Ez egy nagyon-nagyon nagy változás, egy nagyon nagy fejlődés, erre nagyon büszkék is vagyunk. Azonban azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy kövessük a piaci trendeket, szükség van arra, hogy a világban tapasztalt változásokat leképezzük, és azt olvassuk most a különböző szakmai fórumokon, hogy a tematikus szájtok lesznek azok, amelyek a leginkább érdekes számot tarthatnak a jövőben, szemben az átfogó nagy szájtokkal, illetve ahogy fejlődik az informatika, és minél kisebb eszközökkel tudjuk az információt megszerezni, gondolok itt tabletre, okostelefonra, annál inkább a videós tartalmak lesznek majd a preferáltak, ezeket szeretik majd inkább a nézők, olvasók. Sokkal egyszerűbb egy összefoglalót, egy videót megnézni, akár utazás közben, akár egy szabad 2 percben, mint egy esetleg hosszabb terjedelmű cikket elolvasni. Nyilván mind a kettőnek megvan a maga
előnye, hogyha az embernek van ideje hosszabban belemélyedni egy témába, akkor szívesebben olvas el egy kicsit hosszabbra sikerült cikket, egy jó interjút, de akkor, amikor a rohanó világban kevesebb időnk van, akkor pedig szívesebben nézik meg az összefoglalót a felhasználók. Mi azt gondoljuk, hogy mind a kettőt szeretnénk, mind a két igényt szeretnénk kielégíteni, ezért elhatároztuk, hogy videós tartalmakat is fogunk készíteni 2017-től a Cashport szájtjára. Ez most egy nagyon friss, nagyon új dolog, ezt mi is most kezdjük el tanulni. Szükség volt arra, hogy bővítsük a csapatunkat, ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis stábot sikerült összehoznunk. Főleg fiatal sportújságírókra támaszkodunk a tartalom szempontjából. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alapja annak, hogy olyan tartalmak készüljenek, ami érdeklődésre tart számot, amit a fiatalok is szívesen meg fognak nézni, és nyilván nem elfelejtve az, hogy magának a sportnak a váza az továbbra is az írott tartalom, ami naponta most 10-12 friss cikket jelent a szájton. Témákban mik a céljaitok a Cashport TV-vel? Témában nyilván elsősorban a kecskeméti sportélettel kapcsolatos dolgokat szeretnénk mozgóképes tartalomban is megmutatni, azonban addig még eddig elsősorban a bajnoki évadban szereplő egyesületekkel, sportolókkal kapcsolatos információkat osztottuk meg, azt gondoljuk, hogy ezzel a tartalommal, ezzel a videós tartalommal lehetőségünk nyílik arra, hogy a sportélet hátterében, a sportélet mellett ahhoz kapcsolódó témákat is felöleljünk, ami esetleg a bajnoki évadban így nem kerülne egyébként az olvasók birtokában, nem tudnának róla. Azt mondjuk egy jól elkészített, jól megszerkesztett videós tartalommal el tudjuk juttatni az olvasóknak. Nem zárkozunk az elő sem egyébként, hogy kicsit könnyedebb hangvételű, beszélgetős videókat is készítsünk, filmeket készítsünk, de benne van a repertoárban az, hogy külső helyszíneken készítsünk felvételeket, riportokat. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy olyan fajta tartalom, ami eddig nem volt a Cashport websájton jellemző, ezért ennek hatására egyébként a havi látogatószámot is azt gondoljuk, hogy növelni tudjuk. Mivel lennél elégedett fél, vagy akár egy év múlva, hosszabb távon? Az elképzelésünk az a mostani induláshoz képest egy sokkal nagyobb lélegzetvételű dolog, tehát most elindulunk egy olyan megoldással, ami kimondottan a mobil videórögzítésen alapszik. Azt szeretnénk, hogy fél év múlva, hogyha valóban a fogadtatása olyan ennek a kezdeményezésnek, hogy tényleg a sportágak iránt érdeklődő olvasók már nézők is lesznek, és örömmel fogadják ezeket a tartalmakat, akkor szeretnénk a külső helyszínek mellett egy stúdiós helyszínt is megvalósítani, amikor valóban olyan beszélgetéseket is meg tudunk ejteni, ami egy könnyed hangvételű, tényleg ilyen kötetlen beszélgetés, amiben jobban meg lehet ismerni akár egy-egy sportág kiemelkedő sportolóját, akár edzőjét, vagy a sportág mellett álló embereket. Ez mindenféleképpen ez az egyik elképzelésünk. A másik az pedig az, hogy olyan sportvezetőkkel készítsünk riportokat, interjúkat, amelyek mondjuk a Kecskemét sportját meghatározó sportágak szempontjából fontos, de nem találkozhatunk velük, vagy az ő véleményük esetleg az elmúlt időszakban mondjuk nem került így napvilágra, akkor velük is, nekik is legyen egy olyan fórumuk, ahol el tudják mondani az ő sportáguk, mit ért el esetleg a bajnoki évadban, milyen céljaik vannak, mit szeretnének az adott sportágban teljesíteni. Tehát igazából elégedett akkor leszek, hogyha a megfelelő kattintásszám lesz a videók alatt, és valóban azt látjuk, hogy az olvasóink örömmel fogadják ezeket a tartalmakat, kíváncsiak rá, hogy mi történik a kecskeméti sportéletben, és ahhoz, hogy információhoz jussanak, ahhoz a Cashportot választják.